Amatőr sakversenyt szervezett a Királysak SE az MMK-ban. Katona Ferenc, az egyesület elnöke, illetve a megmérettetés megálmodója ismertette a verseny lebonyolítását. Minden korosztályban a fiúkat és a lányokat külön értékelték, ahol a legjobb három helyezett érmet zsebelhetett be, illetve a legjobbak MMK kupával gazdagodtak. Annak idején úgy találtuk ki, hogy három gyerek korosztályba kezdünk, voltak a alsósok, felsősök és a középiskolások, és a sok felnőtt kísérők ért, hogy csináljunk nekik is versenyt, mert hogy csak itt átcsalognak és nézik a gyereket, inkább ők is sakkoznának. És most a felnőtt verseny kinőtt olyan szintre, hogy a felnőtt mezőnyben megyéből szinte mindenki itt van, aki sakkozó, de a korosztályok maradtak, tehát alsós, felsős, középiskolás és felnőttek. Katona Ferenc elmondta, népszerűnek bizonyult a verseny a résztvevőket illetően, illetve a verseny szabályait is ismertette. Sokan vagyunk, és hogy vége legyen valamikor, itt időre játszunk, ugye 20 perces játszmákat játszanak. Itt azt jelenti, hogy sakkórával küzdenek meg, akinek elfogy az ideje, az veszít. Ugye, tehát itt egy nagyon fontos szabályok vannak, a sakkszabályt be kell tartani, tehát ez egy felkészülés a komolyabb versenyekre, ugye megye első osztályra, meg a többi komoly FIDE versenyre, hogy gyakorolják a gyerekek. Tehát itt arról szól, hogy pont a szabályba, mi kivettünk egy olyan szabályt, például ugye ez a rapid versenynek minősül, hogy szabálytalan lépés veszít. Mi a barátságra alapítunk, tehát ha valaki nem szándékosan lépje a szabálytalant, akkor ne veszítsen, hanem folytathassuk a játékot. Csordás Pétert, az egyik versenyzőt kérdeztük arról, hogy számára mit jelent a sakk, mint sportág. A sakkot én az izgalmáért szeretem, tehát nagyon sok adrenalin szabadul fel egy ilyen partiban, tehát egy laikus nem is gondolná, hogy micsoda küzdelem megy a táblán valójában. Azért is szeretem még ezt a versenyt, mert itt egyszerre játszhatnak kezdők, haladók, meg profik is, tehát bárki nevezhet. Ezért is ajánlom mindenkinek, tehát akár ha valaki az utcáról csak úgy bejön, ő is nevezhet és táblához ülhet a maga kategóriájában. A rendezvénysorozat fő célja, hogy a sakkozni vágyóknak korosztálytól függetlenül biztosítsanak egy versenyt, ahol összemérhetik tudásukat. Mint ismert, egyik sportágnak sincs olyan részletes és évszázadokra visszanyúló dokumentált története, mint ennek a játéknak.